Figyelj, 5 éve megvan, 3-szor elhattam, legutóbb a mosógépbe találtam meg, de mindig visszatalál hozzám. Na az van, hogy ez az a hely, amielőtt hát naponta kétszer, minimum kétszer elmegyek, mert hogy itt lakom. Ez konkrétan itt van a sarkon, nem messze tőlünk. És tök véletlenül csörög a telefonom, amit a legalkalmatlanabb pillanatban majd visszahívom. Az a baj, hogy annyira szét van csapva az új lenyomatom a sok gitározástól, nem ismeri fel a telefon. Ezzel mindig PIN-kódot kell megadni. Szóval ez az a hely, ami előtt naponta minimum kétszer elmegyek, mert hogy itt van a sarkon, ahol én lakom, csak általában be van csukva a kapu, meg így néztem, hogy ezért, szervizautó, Buda, jó, oké. Aztán volt az ominózus Maserati Quattroporte használt tesztünk, ahol hát mindent lehetett vele csak menni, nem? Rendesen. És rám írt egy srác, akit Bódi Zolinak hívták, hogy nekik is van egy ilyen autójuk, mert hogy ők ilyen autók felújításával foglalkoznak. Ez már mindjárt megakadt rajta a szemem, mert egyrészt ez az autó, ami félkész, amikor a gyárból kijön, és sose lesz kész. Az eleve egy ilyet felújítani, az egy öntökön szúrás, aztán kiderült, hogy Zoliék egyik telephelye, az itt van, 200 méterre a lakásomtól, 300 méterre a szerkesztőségtől, és hát vannak bent dolgok. És az ő történetük egy tipikusan olyan történet, amely rámutat arra, hogy nem kell ezektől a dolgoktól félni, csak meg kell nekik adni azt, ami kell. És akkor működnek. Úgyhogy eljöttünk most ide Bódi Zoliékhoz, és megmutatjuk nektek, hogy mi történik akkor, amikor három magyar autószerelő srác összeáll, és gatyába ráznak lényegében mindent, amitől mások félnek, főleg a németek. Na gyertek! Tessék! Petikém, E3020-i, gyönyörű BBS felnén. Ez itt a kert. 456 MGTA, 540. Hátul van egy Turbo Supra. Az ott úgy néz ki, mint egy sima Lancia Dedra, de nem az. Ott a Quattroporte. És hát azért valamiből élni is kell. Van itt egy rendes szerviz is, ezek az autók amúgy nem itt vannak, csak a mi kedvünkért rántották őket ide, hanem a másik telephelyen. És itt bent, Zoli! Tényleg, na. Na itt jön már Zoltán. Zoltán az, aki majd elmondja, hogy gyere már, de mi ott? Nem, itt kint. Szia! Szevasz! Szóval ő Bódi Zoli, aki annak idején megkeresett engem, hogy van nektek ez a felújított, soha el nem készülő. Igen, a csoda riportra reagáltam, igen. Zoli, az a lényeg, hogy az anyámba jött az az ötlet, hogy alapvetően olyanba nyúljatok bele, amiben más nem mer, vagy amire már kint lemondtak. Honnan jött a bátorság? Igazából ez egymás közdőlt el. Kis e-mail mert ide, ezt hárman csináljátok ezt a... Hárman. Hogy hívják a céget? Car Classics Hungary. Ennyi. Kellett egy céget csinálni erre, mert beleszaladtunk annyira ebbe a dologba, hogy ezt hivatalosan kell. Tehát autókkal jönnek, mennek, saját névre nem lehet ezt mindent. De az egész úgy indult, ott van az emelőn egy Porsche, az lenne az enyém. Mindjárt megnézzük. A haverom átküldött egy hirdetést, az nem tetszett, találtam egy másikat. Úgy volt, hogy el van rakva valakinek, tudod, vártunk két napot, hívott. De ez hol volt kint? Németország, kinti persze, Németország. Neked kellett egy Porsche, úgy érezted, hogy erre szükséged van? Szerintem mindenkinek kell egy Porsche, és mindenki úgy érzi, hogy szükség van rá, de elérhetőek ezek a termékek. Szóval, hogy találsz, két út van szerintem ebben a korosztályban. Vagy veszel egy olyat, amit már valaki összerakott, és aztán kezded el szerelgetni, vagy veszel egy olyat, ami valamilyen hibája van, jellemzően Németországból, nem nyúlnak már bele, és akkor te kezded el itthon felépíteni. De hogy van, miből gondoltad, szóval nektek van egy szakmai hátteretek, vagy egy mutatok, ami... Igen, hát, ahol állunk, ez nem titok, egy autószerviz, Óbudán. Igazából ezekre az öregebb verziókra nekünk van egy másik műhelyünk is Vácrátóton. A komolyabb emelőt igénylő munkákat itt csináljuk, az olyanokat, ami hosszú, szétszerelős, kárpitos. Hát nyilván, hogy ne álljon hónapokig a csáposon, miközben itt ki lehet pörgetni a fábiákat, meg a fiókat. Valamiből élni is kell alapon. Így van. Szóval ez a youngtimerezés, ebből nem leszel gazdag. Inkább azt mondom, hogy
mondjuk hobbi szinten műveled, megcsinálod az autókat, és esetleg, ha megválunk tőle, akkor talán valaki kifizette a hobbinkat, akkor úgy mondom. Na jó, és akkor az volt a sztori, hogy oké, ti autószerelők vattok, és akkor jött egy ilyen, hogy hát kéne egy Porsche, csináljunk már egy Porsche-t. Mi bajja lehet? Ennek váltó val nyitott. Tehát ez váltóhibás volt egyébként. Plusz indításkor jött belőle az olajfüst, és az emberke azt rájött, hogy motorhibás. Tulajdonképpen az olajszeparátora volt döglött, az ki lett benne cserélve, úgyhogy ez a füstölés ez megszűnt, de a váltóhiba az, hát le kell tenni a váltót, ugye ennél motorváltó ki, és váltófelújítás. Ez egy automata, amit Titroinnek hívnak a Porsche-nál, ugye azt mondjuk el talán, hogy mi ez, 98-as? 98. Ez egy keskeny kasznis, Carrera 2, ez volt az alapváltozat. Így van. Tulajdonképpen, és ugye ez még az M62-es. 61-es azt hiszem. Motorkódban nem vagyok annyira otthon. De ez még a Nikaszilos motor. Ez még a Nikaszilos motor, M62, és ugye hát vannak ismert problémái, de... És IMS? Tegyük egy picit helyre ezt az IMS, ugye az Intermediate Shaft, ez egy köztes tengely tulajdonképpen a motor meg a váltó között. Igen. És ugye ennek van egy csapágya. Na most ez egy elterjedt dolog, hogy ez mindegyiknél szar a Boxsternél, és meg a 996-osnál is, az esetek 8%-ában mennek ezek tönkre. Jellemzően azért, mert ugye vagy hosszú olajcsere intervallummal dolgoznak azok, akik használják ezeket az autókat, vagy egyszerűen azért, mert nem figyelnek oda rá. Amúgy próbált a Porsche, hogy csinált egy két kosaras csapágyát egy időben. Ebben egy upgrade van. Igen, de lehet kapni. Persze. Lehet kapni, ugye alapvetően az vágja haza őket, és ez minden tévhittel szemben tényleg így van, mert beszéltem olyannal, aki szereli ezeket. Amikor magas fokozatban, alacsony fordulaton használod, nem kap elég kenést az a csapágy. Ugye három görgőn támaszkodik fel, nem az egész felület, és stb. Az a lényeg, hogy és ugye ez kicsit az M62-es motornak megint a másik gondjára is utal, hogy hidegen ezt nem szabad hajtani. Igen, a Nikaszil. Ugye az M62-es még Nikaszil-es, és ugye ha megnézitek, akkor hát anyám, minden nem tudom megmutatni. Az a lényeg, hogy ugye a henger fejben nagyon sok olaj van ebben a 3-4-es boxeratosban, vagy 6-8 liter. 8 körül aztán. Sok. És ugye amikor már a hengerfej ugye az égéstér miatt forró, akkor az alja kvázi még hideg, és ugye ez a termikus feszültség okozhatja azt, hogy hidegen ha megküldöd, akkor elreped egyszerűen. Később aztán a persejes blokkot használtak. Igen. Csak ugye pont emiatt ugye nem szabad hidegen hajtani, az IMS-nek vagy annak a csapadnak viszont kell a fordulat, és akkor ebből adott hat probléma, de egyszerű a megoldás, mindig amikor kuplungot cserélt ki azt a közlőtengely csapágyat is. Igazából ennyi, meg ennyi. Odafigyelsz arra, hogy nem a garázsból kilősz, kicsit bemelegíted és mész vele. Ennyi. Mióta van meg neked? Mióta használod? Most már 3-4 éve. Volt ilyen problémád vele? Ne. Na ennyi. Mert olajat kell benne cserélni rendszeresen, jó olajat kell benne rakni. Jó, meg szerintem az, amikor megveszed, átnézed és elkezded összerakni. Szóval mindegyikben valamit már valaki csinált, a legtöbbször ott azért tudod Németországban mondjuk megvenni ezeket a kocsikat, mert ők feladják. Tehát vagy olyan összeg, hogy ott már nem éri meg megcsinálni, vagy egyszerűen, hogy mondjam, elfogy a türelem. Nem mondom azt, hogy minden autónál nincs az a pillanat, mikor félre kell állni, és hogy két hétig nem oda menni a közelébe. Mikor azt mondod, hogy ott b***a meg a vágya, azt mondom oda. Például igen, mondjuk az olasz hercegnőknél, mint a Maserati. Végül is csak Vác mellől akartam bejönni vele, és akkor kicseréltük a vízpumpát. Tehát ez már reggel történt? Ez nem, ez tegnap. És felakadt a gáz. Na jó, de ez csak egy beút, ez egy semmi, általános, ez semmi. Ezzel elindulsz, működik, visszahoz a trailer. De nem baj, nem ezért szeretjük őket. Nem. Hát de az más karakter, ez még a német. Ugye, ez ki van találva, szóval megnézed, akkor ugye a 996-ost úgy csinálták, hogy akkor azért bajba volt a Porsche anyagilag. Ezért volt az, hogy átvették a 993-nak a hátsó futóművét, első futóművét, nagyjából a váltóit, és ebben még 5 HP van, mert aztán lett a Merci váltó. Igen, az de amúgy gétrodik. Meg van csinálva, és semmi baja. Akkor nincsen semmi baja? Egyszer meg kell csinálni. Ennyi, hát egyszer meg kell csinálni. És ugye nagyon figyeljünk oda, hogy a Mezger motor, ugye Hans Mezger, ezt most neked is. Igen, ezt az adatok. Ugye ez nem a Mezger motor, a Mezger motor az a GT3-mal volt meg a turbóba. Ezt is úgy reklámozta a Porsche, a Mezger motor legnagyobb különbség, hogy ez tényleg száraz karteres. Ez csak egy wannabe száraz karteres motor, igazából egy osztott olajteknő van rajta. Igen, benne. És igazából ez egy kicsit átalakított
klasszikus. Jó, gondolom, anyagi megfontolások azért itt... Persze, a Mezger motor, ami ugye az teljesen szárazkárteres volt, ott mindig kap kenést az IMS, ezért nincs vele baj. Más az árcetli is. Hát meg a cetli is más. Ja, meg ugye azon a 959-esnek a modifikált négyszelepes hengerfeje volt. Ezt is fel lehet pimpelni. Szóval de nem kell. Persze, nem kell. Az én a gyári irányt szoktam preferálni. Nincs rajta szélesített sárvédő, meg az összes többi ilyen baromság. Meg kell csinálni olyanra, amíg kijött a gyárból. Na és akkor az van, hogy megjött az autó, váltóhibásan, meg? Nincsenek rajta a kekszek, ilyen kis légterelő, egy kis műanyag, egy kis ugye a motorban szeparátor, fékek. Mennyivel a piaci árulat jutottál hozzá? Sokkal? Így, hogy a német már nem nyújt be? Hát akkor még úgy mondom, hogy mit tudom én, nem tudom, 1,5 millióval talán, 2, nem tudom. Az az igazság, hogy nagyon széles skálán mozog az ára most is. Tehát 5000 eurótól 20000-ig, és nem tudod, például a 15000 eurós autónál is belenézel, azt hinnéd, hogy ugyanolyan, mint az 5000-es. Hogy ki hogy akar megszabadulni, vagy ilyesmi. Szóval nem tudom, hogy mi alakítja. Nagyon sokszor, a németek amúgy korrektek, de elmondja, hogy mi van vele, ráírja, hogy mi van vele, de ő sem tud mindent. Tehát amikor például egy motorhibás autó van... De azért tegyük hozzá, nem ez az első autó, amit onnan hoztok. Hát ő az első volt ebből a szemben, de azóta már nem. Szóval azért jött be onnan Ferrari is motorhibásval. Na, ezt megnézzük, megyünk. És nem fostatok tőle, hogy most akkor jaj, mi lesz, mert Porsche meg szuper alkatrész, meg macerás szerelni? Vagy? Igazából az a baj, hogy sok hülyeségbe belemegyek, és akkor ezt én átugrottam ezt a problémát, ez a lesz, ami lesz. Tudod, bungee jumpingnál is minek aggódsz, ha van kötél, nem? Hát akkor nem kell. Nem tudom, szóval ez nem. Utána kezdesz el aggódni, amikor elkezded összerakni, hogy... Na és mi a tapasztalat? Gyönyörű szépen a Porsche-nál konkrétan azt mondom, hogy minden beszerezheti hozzá, győzt kifizetni a gyárit, keresel. És akkor mikor megjött a kocsi, nem működött, és akkor az volt, hogy feltettétek a csápasra, és akkor lássunk neki úgy, mint egy F-Astrának? A poén az benne, hogy egyébként lábon el tudtuk hozni, így, hogy váltóhibával, meg mindennel. Mert akkor éppen, amikor ő eladta, akkor nem volt neki semmi baja. Elmondta, hogy gondja van, de nem füstölt az autó, váltott, és minden rendben volt. Tehát ez föntről, északról jött, elhoztuk lábon, és utána itt elkezdtük szétszedni. Hát akkor persze előjött a váltóhiba már. De ennek már. Úgy is álltatok neki, ti hárman, mert ugye nem egyedül vagy a cégben. Nem, hárman csináljuk ezt, igen, két barátommal. Hogy akkor jó, autószerelők vagyunk, ez is csak egy autó, azt nézzük meg, hogy mi baj van? Én úgy gondolom, hogy a 911-es egyébként ővele bárhol megállok, mindenki elmondja, hogy fú de szép, hú de jó, és nagyon szeretne ilyet. Most persze, hogy mondjam, ha utána néznek, és elérhető áruak ezek is, kinek milyen hibája van, meg kell csinálni. Most, hogy bejött az autó, átnéztük, elkezdtem alkatrész után turkálni. Persze Magyarországon, eBay-en, tehát mindenhonnan. Jött Amerikából is hozzá jeladó a futóműbe például. Mert ebben már van egy Xenonset, ami egy gyári tehát egy gyári upgrade. Egy retrofit kit? Igen, egy retrofit kit van benne, de már így vettem meg. Viszont a magasságállító cuccok nem voltak benne. Úgyhogy azokat az eBay-ről, Kanadáról, Amerikába, innen-onnan össze lettek szedve, és akkor beépítem. Mert így, ha már benne van a retrofit, értem, ahhoz kéne. De eleve, szóval nem volt bennetek egy aggodalom, hogy tudod, van ez a tévhit, hogy jaj, csak a szopás van ezekkel, meg ezek drága dolgok, meg hű, meg széthullik, szétesik, tök mindegy, hogy most a Porsche, Ferrari, olasz autóknál főleg, mindig csak a szívás van. Nektek ez hobbi, vagy úgy álltatok ez, hozzá, hogy ez is egy autó? Ez is egy autó, ez hobbi, mondjuk, de ha nem értesz hozzá, akkor vedd meg és csináltasd meg, ha értesz hozzá, akkor vedd meg és csináld meg. Meg lehet csinálni őket. Ezek nem űrrakéták, tehát nincs benne CAN busz, 8 számítógép. Meg 74 modul. Igen, és meg el tudsz jutni oda, hogy működik és jó. A kérdés az, hogy kinek mi a szint, ami a jó. Kell rá a gyári légterelő 20000-ért, kell rá a kis pohártartó 14000-ért, most hogyha ilyenekről beszélünk. Ezek, ha nem kellenek, akkor még emberi költségvetésen belül helyre tudod állítani úgy, hogy tudod használni. Sokat és van egy álmod. Sokat vele? Mire működőképes lett? A Maserati után azt mondom, hogy nem. Jó, de az egy az egy külön sztori. Hercegnő, de nem. Igazából telnek a hetek, telnek a hónapok, lenyitsz valamit, beletörik, hopp, még ez is kell. Tehát, hogyha szívásnak tekintjük, akkor szívtunk vele. Ha annak tekinted, hogy a hobbid,
és szeretsz keresgélni a neten, és megjön, és beszereled, meg karácsony van, akkor nem. Na, ja, tudom, hogy az IMS csapágy az mondjuk 60-70 ezer forint, és kuplungozáskor kicsőjöd, akkor gól. Igen, most ő úgy van kialakítva, bármit csinálsz rajta, a motorváltó ki. Tehát ez az első pont. Most ez egy másik autónál drámát jelent, ő nála nem, mert úgy vannak megoldva rajta a technológiai dolgok, hogy erre van kitalálva. Tehát kell hozzá egy szerviz, kell hozzá, lecsavar, lejön, ott marad a motor, fölemeld a kasznit, kell hozzá emelő, kell hozzá egy hely. Aha. A kertbe, a fűbe, egy vizével, olajos emelővel ne állj neki. De, hogy mondjam, ez is megoldható, és mindegy milyen autó, majdnem mindenhez lehet alkatrészt beszerezni, ha nem itthon, akkor külföldre. Na de, ez a majdnem mindegy milyen autó, nézzük már szét az udvaron. Itt jönnek a, hogy is mondjam, kezdjük az igazi, kezdjük a hisztis hercegnővel. Mortosartale. Na hát itt van a Quattroporte, hol vagytok? Hol vagytok? Ugye ezt, amikor itt először voltam, így megnéztem, mondom, ó, de szép, ó, de kéne nézegetni. Mert hát ugye az van, hogy azt sokan nem tudják, de ezek az autók sose voltak készen, akkor sem, amikor kijöttek a gyárból. Ez gyári félkész. Igen. Gyári félkész autó, és a legjobb szint, amire fel tudod hozni, az a félkész szint. Ez most is szép, meg jó. Ez most véletlenül jó. Jó, itt a moston van a hangsúly, tehát a most mennyi, ez nem határozom meg az időt. Lehet, ha hazaviszem, akkor már nem jó. Nem, ez... Jó, figyelj, ez olyan dolog, hogyha valaki egy youngtimerrel foglalkozik, annak tisztában kell van lennie, hogy minden állapot időleges, lehet, hogy jönnek elő hibák. De minden autón jönnek elő hibák, csak ugye ennél... Hatványozottan, vagyis hát, hogy... Igen, én azt szoktam mondani, hogy ezek egy fogalmat tisztába kéne tenni a oldtimer restaurálás, meg hogy fogsz egy autót és megjavítod. Menetképessé teszed. Igen, mert ezek menetképes autók, oldtimer felújításra már egyszerűen anyagilag nincs lehetőség. Sose éri meg. Én azt szoktam mondani, hogy pont olyan állapotban van, hogyha ezt valaki megveszi, akkor még tud rajta annyit szerelni, hogy a magáénak fogja érezni az autó. Az biztos. Jó, most őről, igen? Az biztos. Gyönyörű amúgy, szóval tényleg. Ez a reklámhelye megtaláljátok a Havun. Ja, amúgy igen. Nem, amúgy nagyon-nagyon szép, tényleg remek állapotban van. Ki van nyitva? Ki? Komenzi. Nézd csak. Ugyanúgy benne van minden. És? Állítható futómű. Bizony, ott látod az állítható futómű a váltó mellett. Gyári koni. Külön felhívnám a figyelmet arra, ami ugye a mi tesztautónkban nem volt, hogy ez egy gyárilag beszerelt tempomat. Mert... Így csak olasz tud kitalálni így, valamit. Mert látták Gianniék, hogy kéne, mert már Mercinek, BMW-nek van, lehessen ehhez is rendelni, csak erre a hát kormányoszlop burkolatra, ami valószínűleg a Fiat Uno-é. De arra... remekül tudsz vele indexelni mondjuk például egy hirtelen helyzetben, vagy ilyesmi. Például ő... Na is, ezzel ez, mesélj, na, ő német autó, most már, hogy szét lett szedve, össze lett rakva. Most már, hogy szét lett szedve, össze lett rakva, igen. A németek jártak sok helyen. Motorba, itt-ott, cseréltek gyújtást, nem ment neki egy-két... A németek jártak sok helyen? Igen, hát igen, a kinti szerelő. Szóval az van, hogy nem mentek hengerek benne, de föladták. És utána úgy adták el, hogy nyomott áron, szét kellett. De ti ezteket vadásszátok, hogy ami már németnek nem kell, azt mi még összerakjuk? Két barátomból a Pisti az ráér néha, és akkor itt tudod, turkál. És akkor jön. És akkor már ő azt mondja, hogy elhinti a magot, mi meg ugye... Harapjatok rá. Igen, és akkor hárman összeállunk, kimegyünk, vagy tréler kimegy, aztán jön a baj. És akkor kimentetek a trélerrel, ott volt a... Ezt konkrétan behozták, mi nem voltunk ott helyszínen, bejött az autó, működik tök jó. De. Hát akkor tudod, gyújtótrafó, a belseje, hát olasz, elektromosság. Ott, ha az előző képen láthattátok, benn volt a kis óra. Ugye nem volt meg benne a gyári órája. Hát most ránézel arra az órára, mit mondasz rá? Pumetti. Hát igen, de így hirtelen azt mondanád, hogy egy 5000 forintból pótolod. De nem. Nem, az eBay-ről jött 100000 forint volt annak az órának az ára. Szóval így gondolom, hogy bizony. Megvan, hogy miért nincs benne. Igazából, hogy mondjam, a kárpitokból, a szokásos, tudod, olasz megoldások, hogy a bőrt megeszi a nap. Ja, várja, hol van a nyitó? Itt, nézd, ez ilyen trükkösek van. Itt, így oldalra, ez a csoda. Na, azért ezt mindig jó látni. Nézd?
2-8. Igen, hát ezek ilyen kellenek rá. Tehát minden lerohad róla, ami gumi, ami szőr, ami elektromos. És akkor megkezded a... Megkezded. Marad az, ami fém általában. Igen, azt, mert ha nem eszi meg a só. Szóval összerakod az autót, és akkor elindul egy ilyen hosszú folyamat, hogy na ez kész, persze nem. És akkor egy próbaút, egy újabb hiba. Egy próbaút, egy újabb hiba. Jó, de például hogyan diagnosztizáljátok? Vagy az egyszerűen csak abból adódik, hogy autószerelők vagyunk, és nagyon akkor tudjuk, nagy... hogyha csörög, vagy izé. Mert ezen azért vezérlés cserélni például egy szopás, mert ugye hátul van a lánc, elő van a szíj. Igen, de ez már az a magasság, amit azt csináljon, aki autószerelő, vagy hát, szerelő. Motor ki. Igen, de úgy mondom, hogy attól még a diagnosztika ezeknél nem feltétlenül igényel számítógép, nem is tudják a mai gépek ezeket, tehát ja, külön, semmit nem tudsz, és akkor ki tud beolvasni, hogy lambda szonda hiba, ennyit ír, és amúgy tök mindegy, mert farsot szív. Szóval, ami bárhol megtörténhet. Ez olyan dolog, hogy konkrétan az olasz csodáknál szerintem kezd azzal, hogy minden csatla... Én azt szoktam mondani, ha valami így nem jár, cső, csati, vagy szarul raktad össze. És ebből a háromból ki is jön valamelyik. Őnála hatványozottan, szóval... Figyelj, mindig ki tud találni valami újat, de ettől szép, tényleg. Hát a gáz még nem akadt föl, most a Megyeri Ídon föl akadt. Hát most ennyi. De figyelj, ahhoz képest minden működik rajta, az állapota szerintem a többi eladóhoz képest is olyan, hogy én úgy gondolom, hogy ebbe beleülsz és mész. Tehát tényleg, maximum... Valameddig? Hát, ugye ezt azért tudni kell, hogy na. Jó, de olyan nem, tehát azért nem úgy van, hogy ketté törik a főtenger. Ja, szóval, hogy nem, most azt mondja, a tükör holnap nem működik. Ezek azért bírják, ezek jó kitalált. Figyelj, ezen behajtós a tükör és működik. Én nem is hittem-e? Jó, amúgy úgy alakult ez a dolog, hogy mint ahogy a te cikkedre jelentkeztem, amit teszteltél. A félkész-félkészről? A félkész-félkészről, de minket is megkerestek például, hogy egy kertbe áll egy ugyanilyen. De az, annak vége volt, tehát térdig el volt rohadva az autó, ott volt hagyva 5 éve, vagy nem tudom, több éve. És ugye abból azt elhoztuk, és abból is nagyon sok mindent át tudtam rakni. Uh-huh. Mondjuk engem az olyasmi érdekel, hogy a motorban a relének a kis takarója, az ilyen kis kütyük, amitől valami egész. Amitől valami gyárias lesz. Igen. És akkor azokat összerakod, ablaktörlő, karát. Drága, amúgy nehéz szerezni cuccokat, mert ennél van egy pár olyan dolog, ami már szívás. Hát mondjuk ez friss élmény a vízpumpa. Figyelj, a vízpumpa az a neten 500 euró, 180 ezer forint körül van. Itt most senkinél nincs, tehát az ismert alkatrészállítóknál nincs. Egy felújítottat tudtam szerezni 88 ezer forintért. Tehát egy vízpumpa, ami mondjuk bármiben 3 és 8 ezer forint között van. De tudod, ez olyan dolog, hogy ami nincs, azért annyit kérnek, amennyit akarnak. Igen. Na most aminek támaszkodunk, az ismét egy. Látom, nagy a szerelem az olasz. Na, olasz fronton. Ez nem egy egyszerű dedra. Várjál, mert pörgünk, mint a ringlis példa. Igen, várjál, nyissuk ki, mert ugye ott a lényeg. Meg hát alatta, de most nem fogunk tudni alá nézni. Várjál. Nyissunk dedrát. Nyissunk de. Most ugye az van. Egyrészt, hogy bent nem tudod úgy kinyitni, hogy valami nem maradjon a kezedbe, de ez jellemző. Most a lényeg az, hogy jól látszik, hogy az ott egy turbós leemlő. Igen, ez egy kettő turbó. Mert ez egy két literes turbó, összkerekes. Ugye, hát mondják, hogy a HF integrál hajtáslánc. Annál egy kicsit gyengébb, azt hiszem, 190 ló volt, nem? Ez a hármunk közül az egyik barátomé, ő használja napi szinten, ez a saját kocsija. Hibátlan. Ennek, ez magyarországi. A klasszikus vásárlás, lementünk vidékre. Kell. Sötét van, mire leérünk. Így. Az autó vezérműszi szakadt, és... Alkualap? Alkualap forintokért megvettük. És utána jött a baj. Tehát onnantól kezdve ugye a motort... Összeverte a szelepet? Persze, minden, tehát azt is meg kellett csinálni. Minden összeakadt, minden nem? Igen, felújítva akkor a váltórossz, a kuplungrossz, de ezek mindig úgy van, hogy tudod, összerakod, mész fele, szétszedett. Tehát, hogy ez a motor ki, be, ez ilyen zseb. Jól világít ugye a diszkós lefújó szelep, tudod. És de az kell. Tűzszög is amúgy nagyon. Kell. Hát meg ezzel lehet haladni. Én mentem vele párszor. Meg kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen a sebesség mindegy, bárhol elfekteti a gumikat. Tehát én 3-ban, 4-be, csak viccből, teligázon, innen csikot húzok, vácik vele. Teljesen mindegy. Brutális. Ezt mondták.
hallottam, hogy valaki csinált. Én nem. Nem, tényleg brutális egyébként. Brutális. Szerintem ezt már ki fogjuk próbálni. Ez különálló, különálló tényleg. Ez olyan dolog, amit nem tudsz, nem tudsz elmondani. Nem, nem. Én HF Integrálit vezettem, az is amikor jó, akkor nagyon jó. Ez annak a hajtása. De igen, de ott még azon belül is olyan gondok vannak, amik egy normális autónál nem, hogy leszakad a zsanér, mert annyira vékony az oszlop lemeze, meg ilyen. Ez nem az, mert ez egy dedra valahol, de nekem azt tetszik, hogy egyáltalán ez még létezik és van. Mert a kutya nem tudja, ha ránéz, hogy ez micsoda, mert nem is látszik rajta. Nem. Senki, valami öreg olasz szar, és ez a jó benne. Pisti jön haza tőlem Rátótról, ugye bejön, mert itt lakik a háromba. Figyelj, mindig van egy E36, mondjuk tudod, hülye gyerek vagy valaki, akit ott kell hagyni, érted? Ott kell. Mondjuk elindul, tudod, nyomják, tolják, mert menj innen, öreg, és aztán csak egy pixel a távolba. Hát figyelj, ez brutálisat megy a kocsi. Pont az a fajta, ami úgy néz ki kívülről, ez, hogy a sleeper, az ja, nem is tudod, hogy mi történik, csak mi történik. Csak nincs ott. Nincs ott. Füst. Csak, na is azt látod, hogy a gumi teker, integet, és még van 4 sebesség. És akkor ezzel is szögeltetek. Hát sokat. Igen, de ez saját megoldás, mert ő szereti. Ezzel neki valadásra volt. Van? Ő is árulja, de annyira nem. Annyira nem akarja eladni? Nem, mert... Anyát megnyugtatja, hogy látod, árulok. Figyelj, amúgy egy tök nagy csomagtartó ez a maga idejében, szóval ez megint a Fiat cégcsoportnak egy sorozatos, a katasztrófa sorozatának az egyik megállója volt a Dedra. Ugyanúgy, ahogy annak idején a Stilo például, vagy a Tipo, mindig a létező legrosszabb időben a létező legszarabb marketinggel tudták kihozni az autókat. Ez a maga idejében egy nagyon kényelmes, nagy csomagtartós, jó felszerelt, kompakt szedán volt, mert ugye ez az volt. Igen, de családi megoldás. Igen. Abszolút, ez a mai napig az. És ugyanez volt a baja annak idején ugye a Stilónak, hogy ráhúzták a 4-es Golfra, a Stilo se egy rossz autó. Kombi van belőle, 3-ájtós van belőle, 5-ájtós van belőle, 1000-féle motorral, tök jó a belső, Grande Punto, ugyanaz. Az is egy tök jó autó a használt piacon, szaré húgyé meg lehet venni, és egyáltalán nem egy rossz kocsi. Csak mindig valahogy öregem ők megvárták, amíg összegyűlik a pocsolyába a víz, azt így páros lábba beleugrottak, mint hogyha szándékosan csinálnak. És ez volt a nagy baja ugye a Dedrának is, meg annak idején a Tipónak is. A Tipó is egy mocsok jó kocsi volt, sokkal jobb volt szerintem, mint a 3-as Golf. De itt megint elindul az, hogy mindig kell valami csatlakozni, német hívő, olasz hívő, akkor de vannak... De hát itt van minden, van itt Japán is például. Nálam ez nincs, érted? De nagyon sokan, tudod, meg van a francia csoportod, és akkor de küzdeni. Igen, ez nem kell. Ezek minden? Autók. Ezek autók, egyformán hát szeretjük. Igen, ez egy ügyfél kocsi. Ő javításra jött egyébként, de... Ő sima javításra jött? Igen, egy indító hibája van most éppen. De véletlenül ez egy Toyota Supra Targa Turbo. Itt van benne, Bence. Itt van benne a lényeg. Nekem egy kicsit lett egy ilyen aorta repedésem, amikor megláttam benne az automataváltót, de hát tudjuk, hogy a kéziváltóval nem ennyit ér. És hát ugye ez ritka már nagyon, de azért haladós. Lehet ez ezzel is. Haladós, persze. Aztán volt 240-300, hát meg kiveszed a tetőt. Jó, vannak benne ilyenek, minden autóban van valami, amiért. Hát most ez egy friss darab. E39, csak hogy 540. M-paket, 448, M62, jó, szeretjük. És nézzem, milyen szép a belseje. És? És. És nagyon fontos, hogy ezt is ugye Németországból Ali Izmail autótól hoztátok. Igen, az öreg török kereskedő, igen, az ősi német család leszármazottjától, és nézzem, milyen gyönyörű. Figyelj, ez nagyon jó, ez tényleg ez a kocsi. Nézd, teljesen... Nem is pixel hiba a nagy bordon. Nincs, de figyelj, lábon hoztuk be. Egy Cayenne-nel mentem mögötte, hát jó 3000 dízel, de akkor is Cayenne, viszont nem értem utol. Hát nem, nem. Azért ez nagyon jó. Ugye vannak a no limit zónák. Amikor egymás seggébe autózik a 250-es limitere, mindenki mindegy hatalmas meleg pornó. Igen, de mondjuk, hogy mondjam, azért tudod, ha a youngtimerekről beszélünk, szóval azért lehet ilyet is kifogni. Mert jó, vannak rajta kasznyévák, lökhárító fényezés, ez az. Az enyém, ami Svájcból hoztam, csak az 35-ös volt. Mi is, hogy a telefont? Beülök. Vannak rajta kasznyévák. Hát igen, de, figyelj, de ezek javíthatóak. Az E39 meg ugye amúgy is. És na most ott a Hyper Extra, ha? Ez a mai napig telefon. A nyakamatra, ahogy bekapcsolom, működik. Igen, ha teszünk bele kártyát, akkor tudjuk is ezt üzemeltetni. De hallod... Mennyire fullos volt ez baszki a maga idejében? Hát gondol, itt a kihangosítónak a gombja. Hát ki tudod venni az ez egészet? Ez az M5 alatt a minden.
Annyit kulcs. Hozzunk. Egyébként annyi, talán egy, ami a hátsó roló, hogy nincs benne. De a motoros roló? Az megvan, az oldala. Az oldal oldala. Oldala. Fú, de szép, nagyon szép állapotban. Le kulcs. Lett egy kulcs. Pista, minden, kívánj még valamit, 20 millió. Mit szeretnél? Kávét? Na tudod, komfort. Hát a V8, igen. Azt mondja, nincs hangja. Jó, itt ma utóérte a Pixel halál, hát de az... tudod, itt van a Pixel Fix, azt... Oda megy ő is. Figyelj, ez... DSP-s nagy zene. Annyit azért tudjatok erről, hogy ez semmi nincs hozzányúlva, ez... Ahogy a kereskedésben volt, ez úgy van. Tehát ő még itt majd kap egy magyar rendszámot, simán és akkor elindul. Simán lehet ez 3580 km. Vezetett szervizkönyves. Tényleg? Azt hiszem, hogy igen. Fú, tehát, ez hogy... érje a forintot, ez nem volt olcsó. PDC. Hátsó roló. Aha. Igen. Hopp, már működő hátsó roló, tudod? Bizonyám. Jó, hogy mondjam, Németországnál járunk. Az olasz csizma az másképp van, de... Ezt így meg tudod venni. Én erre azt tudom mondani, hogy olyan hibái vannak, tudod, karosszéria, fényezés, ez az amaz, ami tökre javítható. Viszont hallod a hangját, ezzel nem kell semmit csinálni. Nincs lánc, nem, ugye a műanyag feszít, vezetők nincsenek, eltöre nem zörög. Semmi. Hallod a váltó, mint a vaj. Kicsivel szereti? Volt ilyen. Hát figyelj, ez most már azért 10.000 euró fölött van egy ilyen állapotú. Hát 12, 11.9 volt, azt hiszem. Van ebből olcsóbb. Hát csak az nem ilyen. Ettől is meg akartok szabadulni majd? Ne reménykedj. Szerintem ez nem lesz, szerintem ez nem még lesz szabadó. Az van, tudod, ezekkel... Ezt el kell rakni. Az van ezekkel az autókkal, hogy én utána néztem, meg hát figyelgetem azért a piacot, hogy ezeket, amiket itt látunk, ezek nem a top of the range autók, ritka autók, drága autók az átlagembernek, de nem azok, amiket kifejezetten a gyűjtők oda vannak, nem, értük. Mert nem sirályszárnyas mert. Így. Ezek simán csak érdekes, gyors, erős, jó kocsik. És ezeknek az ára úgy alakul, mikor kijönnek, nyilván nagyon drágák, aztán egy bezuhan, nagyon az áruk. Ugyane a 996-osnak, ezek 6 évesen a békeseggel alatt volt az ára. Most se áll, most kezd mocorogni egy picit. Megy fölfele. Ezeknek dettó. Ami a hátad mögött állna, az egy tipikus példa erre, majd arról is beszélünk. Beesik az ára, vagy az E30. Hogyha rápillantunk arra az E30-ra. Na figyelj, az van, hogy ezt befejezem, hogy beesik az áruk, akkor elkerülnek azokhoz az emberekhez, akik álmodtak róla, de igazából nincs pénzük fenntartani. Ott jön a takony, ott jön a taknyolás meg a mókolás. Mindegyiknél, és amikor idővel elkezd fölfelé menni az ár, akkor ezek az emberek a taknyolt, mókolt autóikat is, nyilván azért, mert ő szeretett volna, de aztán rájött, hogy rohadt sokba kerül föntartani, valahogy életbe tartja, azokat is olyan áron akarják eladni majd, mint az, aki végig költött rá, és nagyon sok megy. Ezért van az, hogy például ezt 12.000 euróra adják ezt az autót, és ennyi úgy elviszik, hogy porzik mögötte az udvar, hát mert aki ismeri, az tudja, hogy na ez még autó marad. Lehet venni fele ennyié is, olyat, ami fel van polírozva, meg jár a motorja. De annak a beledög... Nem, fogsz. Az nem. Azzal nagyon szívni figyelj, fogsz itt, utána. Itt meglátod a hirdetést, ez volt kedden. Szerdán lebeszéltük. Csütörtök éjjel 1:20 beültünk egy autóba, hárman. Reggel 9-ig volt elrakva az autó. Ennyi idő, és ez is csak azért, mert mondjuk a Geri barátom... No, tehát, maga jó szinten, kapcsolatokat ápol. Meg németül tud beszélni, és ezért el tudta magyarázni, hogy Isten bizony, megyünk érte. De 9-ig hát félreteszi, és kész. Igen. Odaérsz, kifizetett tiéd. Igen. De már álltak a sarokban, hogy mennek érte. Persze, mert erről tudják, hogy ez érték lesz. Mert meg van a 40, meg egy pakett. Igen. És ha végignézed, akkor látod, hogy jó gumi van rajta. Az mindjárt megnézed, hogy ezen figyelj, dálom ezen gumi még van. Féket cseréltek nem olyan rég. Elmentünk, a téli gumiszettet adták hozzá, át kellett menni ott egy német szervizbe. Az ember ott mondta, hogy ők mindent, tehát hogy miket javítottak rajta. Megnézed a kédereket, tudod, hogy nem nincs kiszívva az újvétő, nincs megrepedve, valószínűleg garázsba állt. Ez egy nagyon féltett darab ez volt. Ez nagyon van. Van ilyen 8000 ér is. Csak a 1 millió forint különbség. Ez ahhoz, később hogy 3 millió plusz jelent, amikor vagy gatyába kerázni. Mire ide juss. Tehát, mert nem is fogsz ide jutni. Vannak olyan alkatrészek, amit már nem tudsz megszerezni. Hát van csak nagyon drága. Én küzdök most egy E30 kupéval. Ami a sajátom lesz, egy 325-i. De azt ne is mondd, azt tudom. Figyelj, matricák meg ilyenek, esélytelen. Tehát
nem gyártják már. Hát hozok neked valamit, az enyémről még maradt egy-két dolog, ami már nincs. Elhozom neked Ácsiba. Nem, egyébként egy gondolatra visszatérve, mert itt, amit az előbb beszéltünk, az autóárak. Ott van az E30-as. Na hát figyelj, azt ne is mondd, én attól falra tudok mászni. Annak... Mert a 16-os, 18-as alap tekerős, elkérik a pénzt. Nem ér annyit. Mert ő abból indul ki, hogy mert a mobilén ennyié láttam. De nem, te ennyié láttad a 25-ös kislámpás kupét, vagy a nádlámpás kupét. Attól még a 16-os fapados, meg a 18-as szedán nem ér ennyit. De ugyanez megvan az alkatrészben is, tehát embertelen, heroin ára van mindennek. Tudom. A szemétnek, mert egyébként nagyon sokszor az van, hogy odamész, hogy fú, valamit meg tudsz venni, tisztelt a kivételnek, de a legtöbbször a tyúkol alól kihúzott díszlécek, amin ilyen propeller van hajtva. Igen. Szóval semmi értelme. De térjünk oda. Támogatónk az MKB Euroleasing. Számolhat velünk. A műsort és a megfázás elleni harcot támogatja a Medisztos antivírus Light Pastilla. A műsor támogatója az Axia Kft. Mezőgazdasági és építőipari szolgáltatások szívvel, lélekkel. A műsor támogatója a Petronas motorolajok kiemelt forgalmazója, az olajshop.hu. Itt van az, amire fölkaptam a fejem, mert azt mondja, hogy jó, hát azt megvettük motorhibásan, na most gyere már ide, kilóksz a képből, meg. Jövök. Mert nyissuk föl. Jó. Nyissuk föl, mert hogy ez az az autó, amit ti megvettetek motorhibásan. Igen, a németektől. Mert szintén. Már a németnek nem kellett, vagy nem mert belemászni. Hát az ottani Ferrari szerviz azt mondta, hogy ő nem szeretné. Vagy illetve bocsánat, én szerintem mondott valamit, amit a gazdája nem szerette. Hát egy számot leginkább. Igen, gyanítom. Mondtak egy számot. Na most az a lényeg, hogy erről az autóról már lesz egy külön tesztünk, úgyhogy tényleg csak dióhéjban mondjuk el, hogy ugye ránézésre ez egy bonyolult dolog. Ti, a három hülye, itt ültetek itthon, és kitaláltuk, hogy? Hogy kéne, meg kéne venni ezt a motorhibás Ferrarit, hiszen... De... Figyelj, ez is csak egy erős Fiat. Ennyi. De igazából nem. Igazából úgy indult, hogy volt egy hír, amit én megláttam, hogy Japánban valami telepre betört a tenger, csomó hát Ferrari. Igen. Igen, nem a világi. Mindegy, elmosott egy csomó Ferrarit, vízkárosan tök olcsón lehet venni. Ez átdobtam a haveromnak. A vízkáros eleve, ez nincs. Meg a Ferrari. Jó, a legjobb biznisz. Látszik, hogy értünk hozzá, tudod? Na nem, ez poén volt, de persze jött a válasz a mobiléről, ő róla, hogy de lehet itt is venni, csak ez motorhibás. Jó, ezt... Motorschaden. Motorschaden, igen, egy jól szituált telepen. És ezt elviccelődtünk, aztán valahogy komolyá vált, mert küldtünk egy e-mailt, lehet, és válaszoltak. Számot mondjam. Hát ez 10 000 volt, azt hiszem, vagy 10, valahol ott 10 000. Olcsóbb volt, mint az. Na jó, de ez 3 éve? Ha, bocs, 10, dehogy 10. Az 10. 27. Ja, az más. Na, 27 volt döglötten. Döglötten. De 30... Először, mikor megláttuk, 30 valamiért hirdették, aztán elindult lefelé. Csak a Zoli meg a haverok úgy gondolták, hogy vágjunk be. A három hülye kiment, megláttuk, az egy kisebb sok volt, ugye, hogy úgy ez tényleg ő. Hát egy sarokba volt bedobva ilyen egyéb Ferrari meg Porsche-k mellé. Hogy mondjam, azt mondtuk, hogy legyen. Tudod, nem beindítható, belenéztünk kamerával a gyertyákon. Mit láttatok? Hát semmi a belsejében. Semmi. Igen. Belenéztetek endoszkóppal, igen? Igen, és nem volt a hengernek olyan baja, a szelepekkel volt gond, de végülis ott rögtön egyértelmű volt. A szelepekkel volt gond, le volt szakadva. Hát leszokott bennük, de mindegy, a lényeg annyi volt, hogy nem sérült benne fő, azt tudtuk, hogy motor szét, tehát ez ott eldőlt, hogy nem egy gyertyapipát kell visszarakni. És akkor eljött szépen trélerre. Na és akkor hogy áll neki három magyar autószerelő srác? Oké, hogy már túl voltatok a Maseratin meg a... Hát a időrend az igen, de ő elő volt egyébként még. Hogy álltok neki ennek, hogy itt akkor most akkor... Hát hozd a villáskulcsot. Kezdjünk egy imbusszal, meg csillagcsavarhúzóval. Nem, hát figyelj, egyértelmű olaj, víz le, elkezdett szétszedni. Közben a Geri barátom letöltötte az összes gyári dokumentációt, ami elérhető. Műszaki rajzok, nyomatékok, cikkszámok. Találtunk egy Angliában egy céget, aki Ferrari, Maserati, Lamborghini alkatrészeket forgalmaz. Gyárit, újat bontottak. Nekem is van ott egy címbrám, aki ilyen... Na lehet, majd összekötlek vele. Figyelj, innentől kezdve az történik, hogy szétszereled,
írsz egy borzasztó listát. Hát a igazából a hengerfejet kellett felújítani. Ott a szelep volt, az egyik szelep betegedett meg a 12-es hengerbe. A tányér? Vagy a tányér, igen, de nem vercét semmit, mert valószínűleg vagy hang miatt, vagy bármi miatt leállították. Szóval nem volt... Nem volt. Mondjuk én is leállítanám azonnal a Ferrari-mat, hogyha... Tízezer eurók így mennek, abban a pillanatban lőnével. Nem, azt hiszem, ott egy komolyabb, egy 10-15 ezeres ajánlatot kapott Kinna bácsi, valami ilyesmit. Csak arra, hogy ők ott babrálnak. Aha, és akkor ti megvettétek komplett a szelepsort? Fel lett újítva a hengerfej, mindeket szelepek. Tő? Igen. Nem, hát síkolva, stb. V12, figyelj, minden, igen, szelepvezetők, tömítések, szelepek, síkolva, akkor ugye az egyéb mindenféle gumicső, idetömítés, tömítés szedte a motor egyéb részeire. Lehet kapni? Angliából tudtunk szerezni, igen. Persze, lehet. Hát figyelj. Jó, nyilván nem F-Astra árba. Nem. Hát... Mondjál számokat, csak hogy tisztában legyen az, hogy ugye megvenni a ezt mondjuk el mindenképpen, hogy megvenni ezeket meg lehet. Ez több mint egy éve, vagy másfél éve csináltuk. Ennél a típusnál azért milliókról beszélünk, ami ráment így a motorra, meg egyáltalán mindenre. Szóval azt azért lássuk be, hogy 456-os Ferrari, annyiért is van minden hozzá. Ráadásul modifikált. Modifikált GTA, tehát automata, amit nem fogsz észrevenni, ha majd teszteled. Jó, tudom. Ez a négy gangos automata van benne, azt hiszem ez az, igen, a gyár, amit aztán a Ricardo megvette később. Van rajta ASR kapcsoló. Így. Igen, és akkor... Már figyelj, utána néztem annyira mindennek, hogy beszarsz. Már azt is tudom, hogy milyen diffi van hátul, már kikérdeztem a demót, és küldött egy robbantott ábrát, hogy igazából ugyanaz a 8 lamellás diffi van benne, mint az F40-ben. De úgy van megcsinálva, hogy csak négy, lényegében két-két pár lamellát használ csak. És ugye 45 fokos zárása van. És ha még hozzá kis módosítással tud lenni 70 is. Tudok csíkot húzni az utcába. Lehet, nem tenném, de ha akarnád, igen, akkor lehet. Így. Nem mindegy, erről vagy egy külön ezzel beszélünk. Jó, de... Az elején, hogy megjött a motorhibás Ferrari, fiúk nekiállták. Ennyi lett volna, örültem volna neki. De nem. Nem, mert azért azt tudjuk, hogy motorhibákra hegyezzük ki most a beszélgetést, de ezeknél az autónál akár pitasz. Mondjuk a Ferrari-nál. Nézzük meg! Hát a Ferrari-nál van egy olyan hiba, a nap megeszi a bőrt és összeszárad. De ezeknél a... Hát meg az újabbaknál is egyébként. Igen? Úgy tudom, hogy ebbe a korban az egy fő probléma volt, meg ugye ragacsosak lesznek a műanyag felületek. Na ez egy nagyon fontos. Szóval amit látok itt műanyag felületet, mindent, tehát úgy értem a kilincstől kezdve az összes gomb, a minden, ami fekete, ennél az autónál. Mert ugye ezeken is volt az a gumírozott bevonat, ami aztán ragacsos lett. Igen, és hogyha egy speciális, nem tudom, szilikonnal valamivel megpróbálod letörölni, az egész olyan lesz, mint egy ilyen gumiámos fekete trutyi, amit semmivel nem tudsz levosni sehonnan. Találtunk egy srácot Csehországban, aki azzal foglalkozik, hogy ezeket a motyókat újítja fel. Minden, ami itt látható, elhaladt. Hát kivittük oda kézbe, mert azért az ember, hát... Tudod, kicsit bizonytalan, hogy most így föladsz dobozba mondjuk egy Ferrari komplett belsejét, a kapcsolókat, mindeneket, hát, és olyan lézeres technológiával... Leszedik róla a keresztvizet, ha így fogsz rátámaszkodni a komment. Igen? Előtt. Aha. Hát... Keret nélküli ablak. De ez bírja. Jó. Ismerem már őket. Figyelj, az van, hogy... Szétszedtétek az egész belét, és elküldtétek egy nagy idegen csehsrácnak. Hát elvittük, igen. Na most, ha megnézitek majd egy közeli képen, az ember az csodát tesz. Szóval, de ezt is ki kellett deríteni, hogy ott van egy ilyen gyerek. Ki, és aztán kifizetni. Figyelj, ezek a kis kapcsolók, hát, amit láttok benne, ez 1 millió forint. Hogy ő ott ezt elfestegette. Jó, de várjál, szóval... Nincs más út. Meg ugye mégiscsak egy Ferrari-ról beszélünk. Figyelj, a honlapunkon, hogyha fölmentek, akkor láttok erről képeket. Ott van az összes gyári kapcsolót szétszette, ami hiányzott belőle, kis rugó, kis pöcök újra kicserélte, minden feliratot gyáriba visszaállított, a légbefúvókat visszakrómozta, tehát úgy kaptad vissza, hogy beraktad, és mint hogyha elmentél volna Enzóhoz, és kértél volna egy új szettet. Ez megfizethetetlen ezeknél a kocsiknál, mert ilyet már nem tudsz venni. Van olyan alkatrész, ami nem beszerezhető.
Hát de újat nem tudsz már meg. Annyi, és ez a legnagyobb bajuk ezeknek aztán, és pont erre utaltam ezzel az árgörbével, hogy ugye ezeknek is egy időben nagyon beesett az áruk. Ezek voltak a 27-30 ezer fontos Ferrari, igen, ez volt pedig önmagában egy nagyon-nagyon érdekes és egy mocsok jó kocsi amúgy. Úgy hirdették, azt hiszem, hogy az első, de a leggyorsabb családi kocsi a Ferrarinak. Valamilyen volt a szlogán annak idején. Hát ugye úgy találta ki Montezemolo, hogy legyen végre egy olyan Ferrari, ami napi használós és megbízható. És amúgy, hogyha ezt naponta használod, és ezt a tulajdonosok mondják meg, az ismerősöm, aki kint ilyenekkel foglalkozik, ha naponta használod, akkor nagyon-nagyon tartós. Önmagában a motor is, meg minden, ahogy leteszed, hogy álljon egy picit, onnantól kezdve jönnek a bajok. Ez nem megy, anti-dive rendszer, szétmegy a fékerőszabályzó, szétmegy hátul a lökhárítóba a hűtője, a televeli hűtővel a váltóhűtőt, eldurrannak benne a légzsákok, ugye, ami a futóműben van. Mondjuk azért szabatosabb BMW-vel amúgy, ami tized annyiba kerül, de most már 270 fonti, pont most néztem meg. És csak olyanokat azért tudni kell erről, hogy ugye elől a motor, hátul a váltó, a kettő közt egy csőtengelyben egy hajtás van. Volt a kezünkbe. Nézd, itt van, tessék erről beszélni. Szuper. Most 269 dollár, már régen azért drágább volt. Meg hát ugye ez az alkatrészár is ővelük, hol le, hol fel. Van, amikor csodát lehet találni, de például mondom, ez a csőtengely a kezünkben volt, szólt benne a csapágy. A kardán. Egyszerű SKF csapágy van benne, átszaladtam az SKF boltba, azt mondták, hogy igen, látja a cikk számot, tényleg SKF csapágy, 6000 forint, de. És itt jön ez a csapágy, ami a kezemben van, ez egy gumival besütött, csak a Ferrarinak gyártja az SKF, nem rendelhető, azt hiszem került 800 fontba a három darab? 300-400 ezer forint volt a három csapány. Szóval, hogy ez az autó már az, amit mindenkinek ajánlok, ezt is meg lehet csinálni, de itt kell számítani olyanokra, persze, hogy... Persze, de utána meg jó, szóval itt igazából a hobbi mértéke az pénzben mérhető, vagy ha megcsinálod, ráköltöd, megadod neki, akkor meg viszont van egy Ferrari. Ez egy Ferrari. Az utolsó egyik ormotoros, sőt az utolsó bukólámpás nagy túrakupé. Amint mondtad, ott hagytuk egy 2-3 hétre, egy hónapra azt hiszem. A legközelebb indításnál már csak itt csinált a bukólámpa, tudod. Mert éppen a kis motorja úgy gondolta, hogy nem akar tovább dolgozni. De azt hiszem, erről már beszéltünk, például az a motor, az a 480-as Volvo-nak a lámpa elő motorjával teljesen megegyezik. Szóval, hogy a bukólámpásnak a sok mindent raktak így össze, beszállított. Ami igazán érdekes, az... egy kis Covid-ot szétszóltam. Hát ez... Ami igazán érdekes, hogy ennél használták először azt a kötőanyagot, ami lehetővé tette, hogy az acélvázhoz hozzá hegesszék ugye az alumínium karosszérje elemeket. Hogy is hívták ezt az anyagot? Valami F-betűs anyag volt. Na, ugye a kettő nagyon nem jön össze. Én nem akar összejönni, igen. Na de, amikor ezt elkezdik javítani, bárhol, valahol, mert összetört, és nem tudják, hogy ez volt az első szénszálas kompozit géptető az autóiparban ever. És ott is van. Na, nézzétek meg, itt van beleöntve. Az M-nél, itt van Nénessen. Gyárilag benne van a... 2003 márciusában csinálták. És ugye ez csak az M-hez, mint modifikáltához lehetett kapni. Az első 456-osoknak sima kompozit műanyag géptetője volt. Na ez volt az első komerciális szénszálas ilyen géptető. És hát nézd meg az egészet. Ez semmi is új. Gyere, fogd meg! De tényleg, semmi is újja nincsen ahhoz képest, hogy mekkora. Utoljára ilyen könnyűt a Jaguar E-Type Lightweight versenyautónak a hártyavékony alumínium géptetője volt. Amit így levettél a falról, hogy ekkora lemezt. Szóval ezt aki nem tudja, mert nem néz utána, az elkezdi javítani, és nem lesz jó. Mert ez akkor is egy nagyon drága autó volt, egy nagyon bonyolult cucc volt, de akkor is csak egy autó. Így van, és meg lehet csinálni, és lesz egy csodád, egy álmod. Egyébként én azt mondom, hogy legtöbben a gyerekkori matchboxaikat veszik meg az autós kártya, tudod, hogy hú, a mindent vívő, és akkor itt áll. Csak vérkönnyek, és végül is pénz. Tehát indítsuk már be, mert aztán leforgatunk róla külön egy tesztet, de most ne menjünk már úgy el. Amúgy már a Porsche-t azt engedjük le, mert azt mondtad, hogy a tiéd. Igen. Azzal mennénk egy karikát. Ja. Legyen mindenféle hang az adásban, nézd meg. Gyönyörű. Ez a fényes hang, amikor az... Ez a mosoly, ami mindig megjön. De ez a Maseratinál ugyanez van, hogy ez a fényes hang.
Van egy videónk egyébként, mikor összeraktuk a motort, fogtam egy 100 forintost és rátettem a motorra. Jár a motor, fönn van a honlapunkon, meg lehet nézni. Elengedem, ott áll a 100-as, érted? Szóval a V12 az... Nem, meg hát erről majd... Szerintem a hátuljánál jobban hallatszik, bár hideg és nagyon nem bántik, mert ez... Sok mindent kéne eladni, Bence. Az egészben. Jön meg a nyomás. Le tudjuk állítani, hogy... Mindegy, ezt majd a külön tesz be. Ez szó lesz. Ez a titkos. Így van. Titkos adatok. Fantasztikus. Az mi az anyám ott? Azt mondja, hogy megnézzük. Elfelejtett projekt a sarokban, de igen. De a baj az utána jön. Nem megvenni nehéz ezeket. Én úgy gondolom, hogy a saját papírra vetett számítások alapján az, hogy megveszel egy romot, és majd összerakod, és de szép lesz, az nagyon kicsi százalékban szokott sikerülni. Vegyél meg egy olyat, ami majdnem jó, és olyan, amit te szeretnél, azon is lesz mit javítani, és költsd még arra rá azt a pénzt. De az alapok legyenek jók, mert ha nem, nincs egy szervízed, nincsenek kollégáid, nincs sok nyugtatód, akkor nem fogsz oda eljutni, ahova vágysz. Igen. Félbeszakadt projekt lesz. És az a baj, hogy ettől frusztrált leszel, és elkezded el akarod szarozni, adni, meg elkezded szarozni. Igen, de a szétvágott, félbehagyott kocsit, amire te az életedet ráköltötted, nem fogják megvenni, oda jön egy valaki, azt mondja, hogy egy olyan összeget, amitől elbőgöd magad, és az egész egy csőd lesz. Tehát nem érdemes. Ha vagy, tudd azt, hogy veszel egy romot, de akkor az egy rom, és arra még nagyon sokat, a többszörösét rá fog költeni. Csak nagyon sok embert könnyű rábeszélni egy szép polírral, meg egy szép fényezéssel, meg egy spurival felöntött motorral, hogy ez jó. És akkor onnantól kezdve elviszi egy olyanhoz, aki ért hozzá, én ezt főleg a BMW-ből tudom, hogy, és ezek zokognak, érted? Zokognak ott a srácok. Keressenek olyat, aki már látott autót, és úgy menjenek oda. Szóval az, hogy régi autó, figyelj, itt mindegyik 20-30 éves. Ez nem fogja azt jelenteni, hogy akkor ahhoz egy forintért megveszek bármit. Na ez egy nagy igazság. Ezt nem tudják. Meg az 540-hez most se olcsó a gyári alkatrész. De hát most 88 ezer egy vízpumpa. Hát, Mazeretit akartál? Ott van. Az na, de hát mögöttem volt a fal, és akkor tudod... Kicsit. Én így fogtam, mondom, jó, hogy van, és akkor most ez kell. De igen. Tudod, egy nem elvárt összeges sem. Szóval én úgy gondolom, hogy aki álmokat kerget, elérhető, de ne kezdjék el a romokat megvenni. Nincs értelme. Amikor megveszel egy olyan autót, amire azt mondják, hogy kész, és az ára az tükrözi, de azt is át kell nézni, pont amit említettél, nem a polír, meg a finish, meg a nem tudom, hogy mondjam, az abból álom lesz, meg beteljesült álom, nem rémálom. Mert az az autó, mire olyan állapotú lett, azon már valaki elvérzett. Így van. Ez és saját amikor, tapasztalat. És amikor elkezdesz vizionálni dolgokat, akkor csinálsz olyanokat, mint az ott hátul. Jó, ami... igen, vannak átmulatott éjszakák, nem mondta, hogy nektek nincsenek. De én is építettem már V8-as BMW-s transportert álmomba sokszor. Hidraulikus kézifék, mi? Igen, és... Figyelj, ez megy. Megy. Igen. Be lehet indítani. Igen. Ha nagyon akarjuk. De azért nem az idei ősznek a levelei vannak alatt az, hogy így fogalmaz, meg most ez ki van takarva, mert azért... Azért meg van oldva. Szóval, érted? Jó, de mert ez... a menetbiztonság fontos. Hogyha valami kaka van, akkor kintről le tudják állítani. De külső áramtalanító. Figyelj, ez úgy néz ki. Gyújtás, AC, azt mondjamod is. Igen, de az alapeset ott tartott, hogy ez most járjon. Addig ugye ez itt össze lett tákolva, de és ott tartunk, figyelj, hogy csináljunk bele egy műszerfalat. Ráértetek nagyon? Hát látszik, hogy nem. Ezt tudod? Akkor edzek, amikor szabad időm van. Végül is tudod. Van látszik, hogy szabad időm. Meg talán levegőt is kap valahogy. Nem, figyelj, ez megdöbbentően, ez a kipufogó, ami alatta van, ez azért micsoda? Van. Kipufogó? Kipufogó. Ja, van alatta kipufogó. Hát de ez azért van, mert ezt járattuk úgy, hogy nem volt. Bejött valaki, és azt láttam, hogy beszél hozzám, csak nem hallottam semmit. Szóval, hogy ahhoz, hogy legalább tudjuk üzemeltetni, hogy nem forralja a vizet, stb. Tehát alapvetően működik, ahhoz azért valamit kellett tenni, de ez totál nincs kész. De. Hát igen, mire? De tegyük már bele egy ülést, ezt valamit, hát paszki, hát menjünk vele keresztbe. De.
meg tudom oldani, de hallod, nem 10 percen belül. Szóval ez látom legyen, azért a vadár. Legyen már egy projekt. Ez projekt. Figyelj, ez egy 5.30-nak a hajtáslánca, kellett hozzá csináltatni egy kardánt, mert ugye nem olyan a méret. Meg lett hozzá csinálva a fék, át lett rakva minden. Igazából tulajdonképpen ide már a lábán állt, de nem most, hogy így fogalmazza. Jó, figyelj Zoli, ez én úgy gondolom, hogy ez így készen van. Hát valamire biztos, csak... Teljesen jó. Na akkor az lesz, és ez egy gyönyörű lezárása lesz ennek a mai kis műsornak, ahol tulajdonképpen arról szólt ez az egész történet, hogy van három magyar autószerelő srác, amit mondtam az elején, aztán ilyeneket csinálnak, mert nem kell megijedni. Nem, de nem baj, ha félsz. Nem baj, ha félsz, de ne ijedjünk meg. Mert a félelem óvatosan megy. Igen. És ez látszik, hogy itt nem voltunk óvatosak. Nem baj. A történet vége az lesz, hogy ezt az autót Zoliék gatyába fogják rázni, azt menjünk a driving campbe egy rohadtat vele. Amíg megy. Ez azért is jó végszó, mert akkor ezek szerint még nagyon-nagyon hosszú idő áll előttetek, és nagyon sok műsor. Mert hogy azért ezt én jövő hétre nem tudom neked megígérni, ez nem biztos. Nem kell, nem kell. Azt majd még megbeszélem, most, hogy már tudom, hogy itt vannak a sarkon, innentől kezdve gól. Ide fogok járni, minden nap szívom a vérét vele, hogy mikor lesz már kész. Hát szép. De addig is most ellopjuk a Porsche-t. Megnézzük, hogy mit tud egy ilyen 98-as Carrera 2. Jó. Akkor... Ugye? Vannak jellegzetes autóipari hangok. Manuel. Az egy spanyol. Szappanopera szereplő. Spanyol szappanopera szereplő, Manuel. Ez a jó a Porsche-ba, hogy ezzel tudsz minden nap menni. Kivéve, hogyha nem Óbudán kell leállni egy patkáról vele. Nem fosol attól? Hát nem fosok attól, hanem már így megpróbálunk lemenni így szépen keresztbe. Nem, figyelj, a Porsche-ban ez a jó, Bence. Várjál, onnan fizeted? Igen. Megvan kamerám, mindenki hallotta? 1996-ban történt meg a nagy váltás. Köszönjük, hogy nem tudod nekünk. Amikor is vizes lett a Porsche, ugye a léghűtésről áttértek a vízhűtésre, és hát nyilván ilyenkor akkor mindenki azonnal farkast kiáltott, aztán az idő őket igazolta. Ugye ez volt az első ilyen autójuk. Radikális lett a formaterv Porsche-hoz képest, ugye megőrizte a sziluettjét, de ez a besírós könycseplámpa, meg ez a legömbölyített sárkok azért mostára kicsit régiessé tették a formát, ugye most nagyon ezek az élek mennek, meg az ilyen csíklámpa, meg az ilyesmi. Ettől függetlenül egy Porsche-ban ülünk. Mindenképpen. Ugye ez az M96-os motor, ami ebben van, ezt már említettük az anyagban is, azért erre vigyázni kell. Ez az első szériás motor, ez hajlamos volt arra, hogy megrepedjen a hengerfej. Ugye nikaszilos blokk, és ez Göbitől is tudom, hogy hidegen nagyon nem szerette, hogyha meghajtották, ugyanis az égéstér körül iszonyúan meleg volt, de alul még rengeteg olaj van benne. Még az olaj nem melegedett meg kellőképpen, és hát emiatt azért keletkezett egy olyan feszültség magában a hengerfejben, ami miatt elrepedhetett, úgyhogy ezekre nagyon figyelni kell. Szerencsére egész jól vagyunk tájékoztatva olajnyomás ügyileg, vízhőfokilag, még üzemanyagunk is van, és ott van egy töltéslámpánk. És ugye tudni kell, ahogy már elmondtuk ezerszer, hogy az, hogy a vízhőfok beáll, az még nem azt jelenti, hogy ez a 8 liter olaj, ami ebbe a 3-4-es boxer motorban van, ez már üzemmeleg. Ugye erre figyeljünk oda. Annyira jellemző a kora, vagy a késő 90-es évekre ezek a legömbölyített gombok, meg a minden, hogy ez nagyon amerikai volt. Ugye akkoriban a Porsche azért egy elég komoly anyagi válságban volt,
ezért akarták kihozni úgy az új modellt, hogy lehetőleg tudták már, hogy csak a vízhűtéssel fogják elérni a teljesítményt, meg a megbízhatóságot, meg hát ugye a gázkibocsátási normákat, hogy amit lehet, azt átvettek a 993-asból, az előd modellből, első futómű, hátsó futómű, váltók, ez is ugye Tiptroniknek hívja a Porsche, de ez egy egyszerű ötsebességes CTF váltó, amit ugye innen a kormányról is tudsz váltani leföl. Később aztán a Merci féle 5G-tronikot használták, illetve egy 6-gangos kézit. Szóval kijöttek a Boxsterrel is, ami ugye nagy mértékben ennek a műszaki alapjaira épült. És hát kicsit értetlenül állt a világ ezelőtt az autó előtt. Nyilván már mondtam a Mezger motort, hogy a GT3-ban meg a turbóban az tényleg egy száraz karteres motor volt, aznak nem voltak ilyen IMS gondjai, de ezek nagyon kicsi százalékukra jellemző, csak tudod, mikor van egy Porsche-t, és van valami baja, az hatványozottan visszhangzik, hiszen a Porsche-k a megbízhatóságukról voltak azért híresek. És jó ez az automata váltó? Figyelj! Szerinted meg jó megcsinálták a srácok, nézd meg! Automata Porsche-t nem vezettem még az egyébként. Nincs ezzel semmi baj. Meg nem is a váltó, hanem ez a mérőjövő, ugye a rövid kipufogó rendszer miatt nagyon-nagyon jellegzetes, duruzsló boxer hang. Ez az én a... Ez egy klasszikus. Ez ugyanolyan klasszikus, mint az amerikai V8, ugyanolyan klasszikus, mint a Ferrari 12 hengeres. Szóval vannak ilyen viszonyítási pontok, és a Porsche Boxster motor, 6-os boxernek ez a duruzlása, ez szintén egy ilyen viszonyítási pont. És azért érzed, hogy egy jó autóba vagy. Nézd meg, ez a kocsi is 98, és azt jelenti, hogy 22 éves ez az autó, nem zörög, nem csörög benne semmi. Minden a helyén van. Oké, hogy már kicsit avittas ez a műszerfa, de nézd meg, nincs rajta össze. Azonnal. Ezzel a belsővel így, ahogy így. És igazából ez egy kicsi autó, a mostaniak már nagyok, de már itt is amennyire lehet, annyira előre hozták a motort, ugye már inkább farközépmotorosnak tekinthető, ahogy a 993-as az elődje is. Nagyon-nagyon jó. És ezektől a problémáktól nem kell félni, ugye ez az IMS ez egy ilyen elterjedt dolog. Nyilván mindenféle fajta, mivel sokat gyártottak belőle, ezért van belőle a piacon ilyen állapotú, olyan állapotú is, de tényleg érdemes rá szenni a pénzt, és nem a legolcsóbbat megvenni, az mindig gyanús. Főleg, hogyha azt mondják, hogy olcsó, de még jó is. Olyan nincs, az csak a mesébe van. Lenézték, nagyon egy időben lement az ára a békaseggé alá, és nagyon hullámzó most is azért a felhozatal, de azt tudni kell, hogy amúgy a formájától tekintve, amit azért szokni kell ezekkel a könycsepp lámpákkal, ez egy mocsok jó autó, azért ez egy igazi Porsche, azért nézd meg az ülésbe úgy ülsz, ahogy ülsz, a gombokról nincsen lekopva a felirat, itt van a kis elektromos deréktámaszod is működik, lent ülsz a földön, megvan a hangja, oké, hogy csak 300 lóerős, ugye ez az első szériás motor, no de azért 300 lóerő az még ma se annyira kevés, persze nyilván nem egy katalógus junkiknek való adat, de hát figyelj, ez nem arról szól, hogy most akkor te mindenkit legyorsulsz, ez arról szól, hogy ez Porsche, érted? És ebből már megjelent a PASM, vagy a PSM, a Porsche Stability Management, meg a minden, szóval jó ez. Jó ez, nézd meg, ők van a kis gyári. Van CD is, meg kazi is. Meg telefon. Hát bizonyám, hát hellóka vagyok. Halló! Mert akkor még lehetett menet közben telefonálni. Most már nem lehet. És hát ahogy kell, középen itt van a fordulatszámmérő. Mindig, minden rendes Porsche-ban középen a fordulatszámmérő van, mert az az igazán fontos adat. Az, hogy mennyivel megyünk, azt igazából a saját félelem érzeted, meg a saját vezetési tudásod határozza meg. Egy annyival, amennyivel mersz, meg bírsz, meg amennyire biztos vagy magadban. Nézzük ezt, direkt ez a kormány, meg oké, hogy automata 5 gang, de azért hoppá! Azért van egy jó gázreakciója, hogy na. És olyan jó érzés, hogy toll. Hát,
kanyárba azért tud trükkös lenni, ez a jó érzés ottól, de meg lehet fogni. Ugye alapvetően kigyorsítani nagyon jó lehet a Porsche-kkal, ugye a versenypályákon ezt hatványozottan kamatoztatják is, mert hiszen ugye a súlypontvándorlás elve alapján hátra terhel nagyon a hajtott kerekekre a motor, meg az egész hajtáslánc, amikor elindulsz kifelé a kanyarból, ezért sokkal hamarabb tudsz rá lépni a gázra, mint bárki más, mondjuk a középmotoros autóknál is. Féktávon kell, mondjuk nem ez a féktáv, hanem amikor tényleg combosabb féktávot veszel, akkor kell észnél lenni, de már azt is megoldották, hogy olyankor meg a súly előre akar jönni, akkor a hátulja kezdene el idegesen mozogni, de annyira megint nem jön előre, hiszen azért csak ott van hátul az a tömeg, vagyis itt közép hátul. Ezért van az, hogy talán a Porsche az egyetlen olyan versenyautó, amely legalább olyan nagy fék van hátul, mint elől. Szóval tudni kell vele menni, de onnantól kezdve nagyon-nagyon vannak előnyei ennek az elrendezésnek. Rövide kipufogó, megvan a dünnyögő hang, és megvan fönt ez a klasszikus boxer. Imádni való. És azért, amikor így a 7000-be belenyál, azért nem rossz. De szépen megy, nem? Olyan ruganyos, olyan kedves az egész, és ugyanakkor meg feszes a futómű, szóval azért ezt nem lehet mondani, hogy hű, de pihepuhán libegünk, de az is igaz, hogy semmivel se keményebb, mint egy mai 2 tonnás suvé. Ez jó. És akkor lehet, tudod, itt lehetne ilyen fellegzős mondatokat mondani, visszateszem, mert most minek siessünk. Lehetne ilyen fellegzős bullshit-eket mondani, hogy mert olyan, mint amikor az ágyúgolyó... Nem. Ez egy 300 lóerős Porsche. Ez nem olyan, mint amikor az ágyúgolyó, meg nem olyan, mint amikor a dupla turbós BMW motor betölt, meg izé. Ez egyszerűen csak jó. És olyan fék van rajta, hát az el... Na. Tudod, sportautót a sportautógyártótól, és itt tessék, itt van azért minden. Ez jó vagy, itt a kis lámpás, egy rezsógomb. És azért na, jaj, te fiú. Mindennapi használatra tökéletesen alkalmas autó amúgy. Navigáció, nem tudom. Igen, és ugye helyén kell kezelni, ez a 90-es évek vége. Ezek a gombok, ezek a műanyagok, ez az. Ezt akkor csinálták, és lám. Mégse hullik szét benne semmi. Működik a manuel, az automata klíma is, és már a nyomatja is. Tegyük le, de jöjjön középre, meg lábra. Ezt tudja a Porsche, hogy ez működik egyszerűen. Gyönyörű itt is, tényleg egy kis felhajtós könyöklő. Itt van a memóriás bőrülésnek a memória gombja, gértető, csomagtér. Jó megcsinálták ezt az autót. Nekem azért tetszik ez a sztori, amit itt az Oliék csinálnak, mert tényleg megértették, meg megmutatják, hogy ők tényleg a mindennapi használatra alkalmas, hát jó, kivéve a quattroporte, youngtimereket rakják össze, amiket tényleg meg tudsz fizetni. Nyilván, ha meg tudsz fizetni, azt úgy értsd, hogy azért, ezek azért valahol erős, meg gyors autók, de hogy belevágtak, érted? Csinálják, ez is csak autó, meg henger, fejezzük, az jó lesz. És tényleg, ezt is tudod, a német, ami már neki sokba kerül, azt hazahozzák, és nem az van, hogy összetaknyolják, hanem megcsinálják rendesen, mert rászánják az időt. És az nekik ez valahol hobbi. Szép dolog ez, meg jó csinálják, szerintem. Abszolút, mert azonosulni tudok vele. Úgyhogy szerintem már megvan a hely, ahol majd a C36-ot karban tartjuk, hogyha addig nem lesz saját műhelyünk. Legalábbis én így gondolom.
Forduljunk itt meg? Nem, menjünk. Menjünk tovább. És hogy ennyi, ennyi srácok. Örülök neki, hogy vannak még ilyen emberek, akik ebbe látják a boldogulást. Nyilván mellette van egy műhely is, ezt azért ne felejtsük el. De jó, hogy ezeket a dolgokat csinálják. Mert jó csinálják. Egyáltalán nincs mély szégyenkezni. Ja. Szerintem találkozunk még ezekkel az autókkal, amiket ők raknak össze. Iratkozzatok fel, kövessetek be, stb. És szeressétek ezeket a dolgokat, mert addig jó, míg ezeket is látjuk. Mert ha elfelejted, hogy honnan jöttél, sose fogod megtudni, hogy hova mész. Mondta Ghostface Killa a Wu-Tang Clan-ból, és nagyon igaza volt. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop.